Az elmúlt években számos természeti csapás sújtotta Szerbiát. A szakértők szerint a klímaváltozás miatt az elkövetkező időszakban még gyakrabban kell árvízre, jégverésre és tűzesetre számítani, amelyek pusztítóbbak lehetnek az eddigieknél. A jégvédelmi törvény módosítása kapcsán a kormánytagok egyetértenek abban, hogy nem hozta meg a várt eredményeket az, hogy 2011-ben a belügyminisztériumhoz került a jégvédelem. Ezért van szükség a törvény módosítására. Usvajanjem predloga zakona koji je danas pred vama, uspostavit će se preduslovi za jedan mnogo neuporedivo efikasniji sistem protivgradne zaštite i naravno vraćanje nadležnosti jedinom organu koji po prirodi posla koji obavlja može uspešno da koordinira radom protivgradne zaštite, hidrometeorološkom zavodu. A rakéták beszerzése i szétosztása eddig a belügyminisztérium feladata volt, míg a kilövőállomások működtetése az önkormányzatoké és a Hidrometeorológiai Intézeté. A mostani javaslat szerint az állami intézet végezni az alapvető feladatokat. Építenek kilövőállomásokat, beszerezni a rakétákat, az infrastruktúra fenntartásával pedig a tartományt és a községeket bíznák meg. Illetve köteleznék a biztosítókat, hogy a prémiumokból befolyt összegek 10%-át jégvédelemre fordítsák. Nem szabad azt megengedni, mint az elmúlt időszakban, hogy bizonyos állomásokon ne legyen rakéta, vagy pedig azt, hogy ahogy a felhő megy, úgy követik a munkatársak a felhőt, és akkor a rakétákat viszik, és próbálják meg beállítani, mivel nincs elegendő rakéta minden állomáson, tehát azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat kell elkerülni ezen a következő időszakban, és hát ugye óriási károkat tud okozni a jég, ezért fontos az, hogy egy átfogó rendszer, egy új törvény még hatékonyabbá tegye ezt a védelmet. A jégvédelmi rendszerek működésének ellenőrzését ezentúl majd a mezőgazdasági minisztérium is végzi.